Patreon. Azok számára, akik ismerik az írást, ez egyáltalán nem meglepetés. De remélem, hogy sokan azok közül is, akik kételkednek, előbb-utóbb be fogják látni, hogy azok az események, melyek a világban ma zajlanak, több ezer évvel ezelőtt meg voltak írva. Abban az úgynevezett Bibliában, melyet mára mindenki egy mesének tart. Ezek közül a proféciák közül az egyik talán legérdekesebb az, melyet olvashattatok. A bevezetőben Jelenések könyve 13-as fejezet egy új világrendről ír, melyben az egész föld egy gazdasági rendszerbe tartozik, egy vallásba tartozik, és egy kormány alatt működik. Ez nem titok, hogy a világ nagyobb vallásai folyamatosan az elmúlt évtizedekben azon dolgoznak, hogy egyesítsék erőiket, és végre nyíltan is kijelenthessék azt, amit azok, akik figyelnek, már nagyon régen tudnak, hogy az összes vallás pogány tradíciókon alapszik, és tulajdonképpen egy Istent szolgál. Mindez a Vatikán és a katolikus egyház vezetésével történik. Ferenc pápa, illetve a közvetlen elődei fáradhatatlanul dolgoztak azon, hogy a vallási vezetőket és a vezetőséget közelebb hozzák, ezáltal előre mozdítsák az úgynevezett világvallás kialakulását. Azok számára, akik még mindig kétkedéssel fogadják ezt, bemutatnék néhány érdekességet a közelgő világvallásról, illetve a jelenlegi állásról. 2017 a reformáció 500. évfordulója, amikor is a protestáns, illetve a református egyházak ünneplik az 500. évfordulóját annak, amit úgynevezett reformációnak hívunk, ami ugye Luther Márton 95 pontból álló írásával indult. Luther Márton természetesen ugyanúgy része volt a nagy világot irányító és megtévesztő elitnek, mint az összes többi karakter. Persze, ez nyilván érzékenyen érinti majd a protestánsokat és a reformátusokat, de a helyzet az, hogy igazából semmit nem változott a hozzáállás az írás megközelítéséhez, ugyanis ugyanúgy azokat az ünnepeket és alapjában véve azokat a tanításokat használják, amit a katolikusok, csak néhány formai, illetve formabeli eltérés található a két úgynevezett vallás között. A lényeg azonban nem ez. A lényeg az, hogy ez az az év, 2017, ami az 500. évfordulója ennek az eseménynek. Ennek tiszteletére Wittenbergben, ahol is Luther Márton tevékenykedett és kitűzte a 95 pontból álló írását, Wittenbergben létrehoztak egy kertet, melyben 500 fát szeretnének ültetni, mely reprezentál 500 különböző vallást, illetve egyházat. Hogy áruljam el azoknak, akiket érdekel, hogy ezt globális ökumenikus hálózatnak hívják. Azaz egy vallásokat egyesítő és vallási határokon átnyúló mozgalomról van szó. A kert közepén az úgynevezett Luther rózsa található. 230 fa van jelenleg ebben a kertben, és hogyha valaki szeretne próbálkozni kitalálni, hogy mi volt az első fa, illetve kit reprezentál az első fa, mely a rózsához legközelebb található, akkor annak elárulom, hogy ez a katolikus egyház, aki ezt a fát ültette. Emellett megtalálható az ortodox egyház fája, szintén az anglikán közösség fája mellett, illetve a református egyházak világszövetsége, valamint a metodista bizottság és világtanács fája szintén megtalálható ebben a kertben. Ennyit arról, hogy miben különbözik a református, a protestáns, illetve az összes többi egyház. 2014-ben a karizmatikus evangélikus vezetőség konferenciáján arról beszélt Kenneth Copeland, illetve számtalan vallási vezető az evangélikus mozgalomból, hogy a protestáns mozgalomnak vége van, az ellenállásnak vége van, és
egységet szorgalmaztak a katolikus egyházzal. Ugyanekkor a keleti ortodox egyházban, illetve annak vezetősége egy történelmi tanácskozáson van túl, mely a pápa szerint egyértelműen egy pozitív lépés előre. Az úgynevezett Szent és Nagy Tanács, mely a keleti ortodox egyházakat foglalja magába, 2016. júniusában tanácskozott, természetesen arról, hogy hogyan kerülhetnek közelebb egymáshoz ezek az egyházak. Kréta szigetén tanácskoztak, és az érdekessége ennek az, hogy a keleti ortodox egyház 300 millió embert foglal magába. Az imát, illetve a záró imát Bartolomeo pátriárka vezette, aki az ökumenikus mozgalomnak az egyik vezetője, és 10 ortodox egyház vezető vett részt ezen. Ilyen tanácskozás nem volt az elmúlt 1200 évben. Ha már a történelmi találkozásoknál tartunk, akkor elmondanám azt is, hogy az orosz ortodox egyházfő, Kirill pátriárka, illetve Ferenc pápa 1000 év után találkozott először, 1000 éve volt a két egyház közötti szakadás, úgyhogy ez egy újabb mérföldkő az egységes világvallás kialakításában. Ez a találkozó Havannában került megrendezésre, amikor is Ferenc pápa úgy értékelte ezt, hogy végre megtörtént ez a találkozó, hiszen mi testvérek vagyunk. Az idén szintén sor kerül egy találkozóra, február 12-én Svájcban történt ez, volt ez a találkozó, és Ferenc pápa, illetve Kirill pátriárka arról beszélt, hogy a keresztény testvériség és egység a fókuszpontja ennek a találkozónak, illetve ezeknek a találkozóknak. 1999-ben a Katolikus Egyház, illetve a Lutheránus Világfederáció együttesen kiadott egy írást, melyben közösen kijelentik, hogy az üdvösség, illetve a kegyelem az csak és kizárólag hit által érkezik az emberhez. Ez azért fontos, mert a lutheri protestáns mozgalom ez volt a központi kérdése, míg az egyház, illetve természetesen a katolikus egyház ezt különböző rituálékhoz és tradíciókhoz kötötte, addig a lutheri nézet az volt, ami ma tulajdonképpen a kereszténységnek az elfogadott hozzáállása, az, hogy a kegyelem az csak és kizárólag hit által érkezik az emberhez, és semmiféle munkát nem tud azért végezni. A kettő teljes mértékben ellentétes egymással a katolikus, illetve az evangélikus vagy protestáns református hozzáállás. Ez azért fontos, mert 99-ben a két csoport kijelentette, hogy megegyeznek abban, hogy ez kizárólag hit által érhető el. Ezzel lerombolva azt a legfontosabb falat a kettő közt, amely elválasztotta és megakadályozta a két oldalnak az egyesülését. 2006-ban a világ metodista tanácsa szintén elfogadta ezt a kijelentést. Mellesleg ez a cikk a Catholic Herald-ban jelent meg, azzal a címmel, hogy a pápa nagy evangélikus rizikóvállalása vagy kockázatvállalása. Ezen a képen Ferenc pápa látható evangélikus vezetők társaságában, ez itt pedig egy pentekosztál vezető. Ez a blog arról számol be, hogy a vallási vezetők Vatikánban találkoztak egy különböző hitek közötti konferencia keretében, melynek témája a család volt. Több mint 350 különböző vallási vezető vett részt ezen a tanácskozáson, és a beszédet mondók között volt zsidó, vagyis a judaizmus képviselője, az iszlám képviselője, anabaptista, anglikán, mormon, buddhista és számos más vallási vezető és képviselő. 2017. augusztus 3-án és 4-én vallási vezetők találkoznak Hongkongban, hogy a világ békéért imádkozzanak. Ezen a képen ugye a vallási vezetők láthatók, illetve a konferencia. Mintegy 2000 ember
vesz részt ezen a konferencián, 24 delegáció keretében és 18 ország képviselteti magát, buddhista, sintoista, keresztény, iszlám, judaizmus, hinduizmus, zoroaszter tradíciók vesznek részt többek között ezen a vallások közötti gyülekezeten, mely a világ békéért imádkozik. És ez volt a 30. évfordulója ennek a vallási együttműködések és gyülekezetnek Hongkongban. Ferenc pápa nem vett részt ezen a gyülekezeten, de egy levél segítségével mégiscsak hozzászólt, melyet a buddhista képviselőknek küldött, ezt aztán később felolvasták. Ebben azt szorgalmazta, hogy a különböző vallások képviselői és azok követői együtt dolgozzanak és imádkozzanak azért, hogy egy párbeszéd jöjjön létre, egy barátság, illetve béke alakulhasson ki nem csak a vallások közt, hanem az egész világon. Rengeteg ember még mindig úgy gondolkodik, hogy a vallások azok pusztán mesére alapulnak, és semmi valóságtartalmuk nincs. Mindemellett spirituálisnak mondják magukat. A helyzet az, hogy a kettő egy és ugyanaz. Valaki spirituális, vagy bármilyen más vallásnak a résztvevője mind pogány tradíciókat követ. Ez a lényege a vallásnak. Minden akörül forog a világon, hogy ki, kinek adja oda a lelkét a végén. Két út van, bár úgy tűnik, hogy számtalan lehetőség és választási lehetőség áll rendelkezésünkre. Pusztán kettő van. Van egy, a széles út, mely az összes vallás, a spirituális, az ateista, stb. És van az az út, amit az írás kijelöl, az instrukciók, a Tóra által. Ez a két választási lehetőség van. Bár úgy tűnik, hogy több ezer, vagy több tízezer Isten van, ez csak azért van, mert az emberek tudatlanok, és nem értik azt, hogy hogyan működik a világ. Mert az ellenség megtévesztett mindenkit. Úgyhogy akkor, mikor azt mondják, hogy annak nincs jelentősége, hogy ezek az emberek mit mesterkednek itt a háttérben, érdemes egy pillantást vetni arra, hogy mit mutatnak az adatok. 2,3 milliárd keresztény van a világon. 1,8 milliárd muszlim. 1,2 milliárd ember van, aki nem vesz részt a vallásokban. Hindu 1,1 milliárd. Fél milliárd buddhista. Vannak különböző pogány vallások, melyekből mintegy fél milliárd összejön. A világ túlnyomó része valamiféle vallásnak vagy spirituális mozgalomnak a tagja. A többi ugyan ezen az úton jár, mint ők, csak azt hiszi, hogy ő valamilyen okból különleges. Úgyhogy ezt érdemes észben tartani akkor, mikor látjuk, hogy ezek a vezetők hogyan munkálkodnak, hiszen ezek az emberek őket fogják követni. Ami azt jelenti, hogy a világ túlnyomó többsége szépen lassan masírozik bele abba, ami az új világrend vallása lesz. Még egy dolgot megemlítenék ezek után, ami elkerüli legtöbb embernek a figyelmét, és többször volt szó már róla a videóban korábban, úgyhogy én azokat javaslom, ha valakit jobban érdekel ez a téma. Az pedig a tudomány. A tudomány egy vallás az emberek körében. Az emberek többsége teljesen függetlenül a spirituális beállítottságától elfogadja tényként azt, amit hall a tudomány, illetve a tudomány képviselőitől. És ez nem más, mint egy vallás. Ez egy hit olyan dolgokban, melyeket nem ismerünk igazán, és csak elfogadunk tényként. Ez nem különbözik semmilyen más vallástól, a koncepció ugyanaz. Nem azt állítom, hogy nincsenek a tudománynak vívmányai, vagy hogy dolgok nem léteznek, azt mondom, hogy az alapvető tézisek, melyekre a tudományok épülnek, ismeretlenek a legtöbb ember által, sőt felfoghatatlanok és megérthetetlenek, így hitre van szükség ahhoz, hogy ezt elfogadja. Ilyen a Föld keletkezése, annak alakja, az evolúció és számtalan más elmélet. Az ezekbe vetett hit képezi az alapját az emberek világnézetének. Mindaddig, amíg az emberek világnézete téves alapokon nyugszik, illetve azokra épül, az összes többi, ami erre rákerül, legyen a spirituális, mentális, intellektuális, vagy akár fizikális,
az egy torz, vagy egy ilyen mutáns valóság lesz, ami az emberek fejében kialakul. Ez az, amit láthatunk ma. Egy keresztény épp úgy elfogadja a tudomány állításait, mint egy buddhista, egy katolikus, vagy az összes többi, vagy egy ateista éppen. Ez fogja képezni a közös nevezőt az eljövendő világvallásban. Az, hogy a tudás az elsődleges rendező elv a világon. A tudás felülír mindenféle spirituális tapasztalatot vagy kijelentést a teremtőtől, hiszen azt nem lehet bizonyítani fizikálisan, míg a tudomány úgy tűnik, hogy bizonyítja az állításait. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy katolikus lesz a világvallás, vagy keresztény, vagy protestáns, vagy ezeknek a kotyvaléka, az egy tévúton jár. Az új világvallás a tudományra fog épülni, a tudásra fog épülni. Mi a mai világban mindennél többre becsüljük azt, akinek valamilyen formában tudása van, vagy pedig demonstrálni képes valamilyen intellektuális képességét felénk, illetve előttünk. Ez az, ami az alapját képezi majd az új világrend vallásának. És képzelje el mindenki azt a lehetőséget, ami az emberiség kezében van, az által, hogy a számítástechnika hová fejlődött. Ezt szeretném bemutatni villámgyorsan, mielőtt rátérünk az új vallásra. A legfontosabb pedig az, hogy egy tudás alapú világban, melyben a morális és erkölcsi kérdések relatívak, és az egyén feladata, hogy eldöntse, hogy mi az, ami jó és rossz, az Isten az, aki a legtöbb kérdésre tudja a választ, ez pedig nem lehet egy ember. Számunkra, legalábbis a világ túlnyomó többsége számára, akik eltávolodtak a valóságtól, attól, hogy van és létezik egy teremtő, és ő az, aki irányítja az életünket. Számukra egy robot, aki mindenre tudja a választ, Isten lesz. A következő részben pedig meg fogjuk nézni, hogy hol is tart a világ ezügyben, és hogyan fog ez megvalósulni a gyakorlatban. Remélem hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, Shalom és Hallelujah!